Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Közkívánatra egy kis öntözőrendszer update kerül most napirendre. Többen írtatok a videó alá a kommentbe, hogy valami részletesebb elmagyarázást szeretnétek öntözőrendszerrel kapcsolatban, illetve kaptunk megkeresést privátban is többet, hogy valami pontosabb információt mondjunk már erről a öntözőgombás megoldásról. Tehát úgy, ahogy már az előzőekben ezt én elmondtam nektek, ki van feszítve 500 méternyi LP-ecső, három ágra bontottam, és összesen 500 méternyi cső van kifeszítve a vezérdrótra, és ebbe vannak az öntözőgombák beszurkálva. És akkor erről egy kicsit bővebben beszélnék egy pár percben nektek, hogy mindenkinek világos legyen. Először is elmondanám, hogy én három fajtát ismerek itt az én környezetembe, és hát inkább négyet. Az első, a legolcsóbb, ez a csepegtető szalagos megoldás, amiről már volt is szó a veteményes kertünkbe. Ez volt, ez a hát egy nagyon vékony, gyűrhető, lézerrel vágott 10 centinként című megoldás. Ez jó lehet, viszont itt az a baj kint itt a tanyán, hogy a víznek a kálcium tartalma, vas tartalma elég magas, így nagyon gyorsan eltömődik. Tehát ez így nem annyira gazdaságos, hiába olcsó a beüzemelése, hosszú távon mégiscsak drágább lesz. Illetve a következő megoldás az hát az is körülbelül ilyen vastag, vagy egy kicsivel vékonyabb öntözőcső, az már kemény falu, és az 33, illetve 50 centinként van perforálva, egy ilyen belemelegített, beleépített kis öntöző járatok, amikkel lehet szépen csepegtetni. Viszont azzal is az a probléma, hogy nem lehet tisztítani. Tehát az nem úgy van, hogy csak kiszúrod, azt akkor folyik tovább, annak megvan a külön kiépítése, hogy azt tehát nem lehet hozzáférni, az a baj, mosni. Ezért úgy döntöttünk, hogy itt ebben a részben, amit már itt láttatok, itt egy kicsit drágább megoldást választunk, viszont hosszú távon mégiscsak ez lesz a legmegbízhatóbb, legköltséghatékonyabb, ezt az öntözőgombás megoldást. Ez úgy működik, hogy tehát ki van feszítve a 20-as LP-ecső, ez azt hiszem 6 bar nyomást tud, elég kemény fala van, átlukasztani nem annyira bonyolult, viszont beleszúrni ezt az öntözőgombát egy kicsit azért nehezebb. Nem az elsőt, hanem amikor már beszurkálsz ide, mit tudom, 50-100-at akármennyit, az azért az eléggé megterheli az embernek a kis kezeit. Tehát ez úgy működik, hogy van itt egy ár, ez gondolom mindenkinek ismerős lehet. Tehát itt úgy van, hogy az oszlopok 4 méterenként vannak. Nem tudom, hogy mennyire látszik, fókuszál a kamera. Tehát 4 méterben van az oszlop kiosztás, és 4 méterbe két tőke szőlő van elültetve, tehát ilyen 130 centinként, és akkor ott szúrom ki, ahol nekem szükséges, tehát árral kiszúrod a csövet, és ezt az öntöző gombát bele szúrod magába a csőbe. Beleszúrod, és ez azért jó, mert ebből is van több típus. Tehát van olyan, ami óránként 4 litert tud, valamelyik óránként 8-at, mint ez is, illetve óránként 16, illetve 32, azt hiszem a maximum, amit lehet ilyenből kapni. És ez azért jó, mert ezt lehet tisztítani. Tehát, hogyha eldugul, már pedig el fog dugulni ez is, most ezt is szétszedem nektek. Szétszedem. Tehát látjátok, ha rázumol a kamera, hogy itt azért a vas, meg a kálcium, meg az ilyenek azért szépen kiül rajta.
De semmi gond. Tehát egy kis ecetbe szépen ki lehet mosni, ebbe van egy betét. Próbálok rá zoomolni. Látjátok, van egy kis betét, amiben ilyen apró kis pici járatok vannak. Ez simán fogkefével ki lehet tisztítani, ezt a belsőt, ezt ki lehet belőle pattintani, úgyhogy szépen nagyon át lehet mosni, és aztán fogod, visszatekered, hát csak így félkézzel, ez kicsit így bonyolultabb, de visszatekered, és akkor már tökéletesen funkcionál megint. És akkor szépen csepereg itt nekünk a vizecske a növényeinkre. Tehát ez a fajta így működik. Szerintem hosszú távon ez a legjobb, legmegbízhatóbb megoldás. Ennek mondom több típusa is van, amit már elmondtam, tehát 4-es, 8-as, 16-os és 32-es, illetve van egy más típus, ami kimondottan gyümölcsfák öntözésére alkalmas, ezt úgy hívják, hogy bokor öntöző. Az azt hiszem, hogy piros színű ez a külső borítása, vagy ez a kis tekerője, piros színű, és nem csak csöpök, hanem szórja, hát nem tudom, attól függ, hogy milyen magasra teszed, egy ilyen 50-100 centi átmérőjű, illetve nyomástól is függvénye. Tehát nyomás függő is, hogy ez mekkora kör tud neked belocsolni. Tehát ugye a gyümölcsfáknak is még picik nyilván a tövét öntözöd, de amikor már eléri azt a kort, mit tudom én, 3-4-5 éves kor után, már a csurgójába kellene ezeket öntözni. Tehát ezt én úgy fogom majd megoldani, de erről is lesz majd későbbiekben videó, mert gyümölcsfatelepítés is lesz itt az ősszel, hogy gyümölcsfánként 3-at fogok majd beiktatni. Tehát ez úgy fog működni, hogy a gyümölcsfáknak a tőtávolsága kb. 6-8 méterre gondoltam, nem akarom őket túl sűrűre se ültetni. És tehát a gyümölcsfa, hogy megy a cső a sorba, a gyümölcsfa előtt mondjuk egy méterre, a gyümölcsfa tövére is, illetve a gyümölcsfa után is, tehát hogy a cső fut végig, a lehető legtöbb nedvességet tudjuk kijutatni a kis gyümölcsfáinkhoz. Árba még mondanék itt egy pár gondolatot. Tehát maga ez az öntöző gomba, amit mi tavasszal vásároltunk, ennek darabja olyan 30 forint környéki összeg volt. Hát szerintem már túllépte akár a 100 forintot is. Úgyhogy nem túl olcsó, illetve az öntöző csőnek, tehát magának az LPE csőnek az ára tavasszal 88 forintért tudtuk ezt megvásárolni, közben még kellett venni, tehát már ilyen 160-200 forint per méter áron lehet ezt megkapni, úgyhogy szinte ingyen van, óriási áremelkedés van, tehát beszéltünk itt a 10%-os inflációról, meg 12%-os inflációról, ez szerintem messze meghaladja ezt a mértéket. Mindegy, tehát nem tudunk mit csinálni, öntözés nélkül sajnos ez nem fog működni. Akkor asszályok vannak, hogy az valami elképesztő, ennek az okát én most ebbe a videóban nem szeretném firtatni, szerintem sokan sejtjük, hogy ennek mi lett az oka, mi áll ennek a hátterébe. Sajnos mi semmi jól nem számítunk ezzel kapcsolatban sem. Akkor még itt néhány szót még itt a szivattyúról mondanék nektek, hogy ezt az egész rendszert, hogy mi táplálja, és hogy mekkora nyomást tudok én evel kialakítani. Tehát magát a rendszer, tehát az 500 méternyi cső van kihúzva, és hát nem is tudom, pontosan 200-300 ilyen gombát szurkáltam össze-vissza, ahogy ezt szükségesnek láttam. Tehát a szivattyunk az egy hidrofalos megoldással lett így összeépítve. Maga a szivattyú az egy Pedrolo 1100 wattos
teljesítményű kis masina, és hát körülbelül úgy tudjátok ezt kiszámolni, hogy percenként olyan 40 liter tud magából ezt kitermelni, és az öntöző gombák meg óránként 8 liter tudnak kicsöpögtetni. Tehát ezt szépen felszorozzátok, leosszátok, és akkor nagyjából lehet tudni azt, hogy egy szivattyú hány száz métert, illetve hány ilyen öntöző gombát tud 2,5 bar nyomáson szépen kinyomni magából. Én azt tapasztaltam, hogy ugye ez a szivattyú itt van a kertünk elejébe, és ennek el kell nyomni a vizet 170, 180, 200 méter távolságba is, de vele sincs probléma. Tehát körülbelül egy olyan, hát nem tudom pontosan, olyan 200 ilyen gombát tud egy körbe betáplálni, gond nélkül, de én ezt elbontottam 3 részre, hogy azért tudjam differenciáltan kezelni ezt a dolgot. Tehát van egy sorom onnan a kerítés sarkától addig a sarokig, és attól a saroktól a porta másik végéig, ami hát, mit tudom én, 160-170 méter távolságra van. Tehát az az első kör. A második kör, ez a középső szakasz, ahol itt ez a betonoszlopok vannak. Itt szeder, málna, szőlő, ilyesmi van telepítve. Tehát ez a második sor, ebből van egy leágazás errefele egyszer 56 méter, meg még egyszer 44 méter. Tehát összesen olyan 200 méternyi a második szakasz, és a harmadik szakasz, ahol az előbb nektek mutogattam, a betonoszlopok vannak arról, az a szakasz végigfut a kerten, és egy elalakot zár be errefele. Úgyhogy egyelőre így tudtam szétbontani, így láttam célszerűnek, de itt a későbbiekben is lesz még beiktatva több darab ág, ami majd a gyümölcsfákat fogja öntözni. Ennek a mikéntjéről is lesz majd videó készítve. Itt megcsináltam már a kiállást a gyümölcsfa soroknak is, tehát 4 sor gyümölcsfánk van, és ez fogja majd szépen táplálni. Azt úgy gondoltam, hogy ugye 6-8 méterenként lesznek a gyümölcsfák, ahogy meg tudom őket majd szépen közönön, régieket is, mert azért régieket se vágjuk ki addig, ameddig terem, hogy a gyümölcsfának ugye vannak a kis fáknak karói, ami mellé ki van karózva, és akkor egy nem tudom 50 centi magasságba fognak ezek a öntöző kis gombák majd öntözni a cső által. De lehet, hogy fölrakom majd egy ilyen, nem tudom én, 2 méter magas, hogy ne kelljen kerüngetni, amikor majd kaszálok, meg a terepet rendezzük. Ezt majd addig még megálmodom, hogy hogy lenne ezt a legcélszerűbb megoldani. Na, úgyhogy körülbelül ennyi. Szerintem elmondtam ezzel kapcsolatban, amit lehetett, de hogyha egyéb kérdésetek fölmerül, nyugodtan kerestek meg bennünket Facebookon, YouTube-on, bármilyen platformon, amin fönn vagyunk, elérhetőek vagyunk. Közben én építem a kerítést már, mert jönnek be az őzek, meg a nyulak, és rágják le a szőlőinket, meg a haszonnövényeinket. Ugye szomjasak, nincs víz. Azért szerintem szépek a kis szőlők. Szépek. Ami elérte már a vezérdrótot, ezt itt szépen el fogom majd csippenteni a tetejét, hogy magasabbra ne nőjön, és az alsó szemeket, hogy érlelje ki, hogy beérjen őszre, mire ennek szükségesnek kell lenni. Azt hiszem, hogy ez erről már volt szó itt az előző videóban, hogy
ezeket milyen módon szeretném ezeket metszeni, illetve kezelni. Tehát most ugye első évesek a kis palánták, ezeket most lettek tavasszal elültetve, meghagyom egy ilyen méter magasra, tovább nem is engedem, mert semmi értelme, elcsípem a tetejét, hogy erősödjön maga a növény, illetve jövő tavasszal visszavágom ezt két szemre, és akkor onnan kezdi újra a növekedést, addig is erősödik a gyökérrendszere, de már következő évben nem lent két szemen fogom elvágni, hanem körülbelül a vezérdrót magasságában lesz elmetszve, és akkor harmadik évtől engedem az egyik karját balra, negyedik évtől a másik karját jobbra. És akkor, ha ez megvan, utána fogok majd még plusz drótokat majd itt a támrendszerre kifeszíteni, és erre fogom majd szépen fölengedni, és várom a legjobb termést, amit csak lehet. Legalább 30 fajta szőlőnk van, ha nem több. Neveket azt elmondtam, hogy nem tudom, azt ne is kérdezzétek, hanem majd úgy fogom ezt szépen majd válogatni, hogy amelyik szereti a helyet, szépen terem, nem bántja annyira betegség, azokat fogom majd tovább szaporítani. Itt még van egy kis szakasznyi, 4 méternyi friss telepítésű, tavasz telepítésű málna. Ez egy egyszer termő fajta, 60 centi mély árok lett itt kitermelve, fölhordva, trágyával, bedolgozva, tehát itt szerintem a következő években tápanyag hiány nem fog felmerülni. Szerintem jól érzi magát, szarasság ellenére is, már hozza fiatal, friss hajtásokat, amiről majd jövőre lehet majd szüretelni. Na, és akkor végszóként itt a kerítésről. Ugye az oszlopokat, azokat nagy kínlódás árán itt az elmúlt pár hónapban összeszedtük, kimértük, lebetonoztuk. Egészen a port a másik végig. Hát addig én most nem fog nektek elsétálni, mert lejárom a lábamat így is egész nap. És amit lebontottunk a másik kerítésről, vadhálót, azt feszítettem ki vezérdrótra. Hát igaz, hogy ezt nem nagyon szokták így, hogy vezérdrótra feszíteni, mert elég tartása van, de viszont ez annyira meg volt már gyötörve ez a vadháló, hogy kénytelen voltam valamire fölfüggeszteni, mert így is rendkívül nehezen tudtam ezt így megcsinálni. Úgyhogy mindent föl kell használni, amink van, gyerekek, mert nem fogjuk győzni ezt pénzzel csinálni. Semmi seti, szerintem. Úgyhogy itt megy a 40-45 méternyi elkészült, ezt mai nap még folytatom. Kínlódok vele, hogy ezt meg tudjam csinálni a következő néhány napba, illetve még arra gondoltam, hogy a kerítésen kívül itt a szomszéd porta mezsélyébe, ez egy elhanyagolt terület, majd le fogok ásni egy régi használaton kívüli kádat, és ezt megtöltöm vízzel, hogy a nyulak és az üvezek tudjanak inni, mert hát sajnálom őket, az igazság. Jó, nekünk kár csinál benne, de nyilván nem szánszándékkal csinálja ezt a kárt, hanem azért, mert szomjas, szerencsétlen jószág, úgyhogy ezt meg fogom még csinálni, hogy ebben is enyhítsem a szenvedésüket szerencsétleneknek. Még itt egy picit ide jövök. Itt ebbe a sorba, itt a kerítés mellett, itt is szőlő van telepítve, de viszont itt más technikával, itt nem otthon lettek ezek meggyökeresztetve, hanem vesszőt ástunk le 60 centi mélyre, és itt magától ez megindult szépen, tehát itt hideg volt rá, minden volt rá, meleg volt, nem is volt még kész az öntözőrendszer, és akkor is élni akar, megindult. Minden gödörbe kettőt tettem, aztán majd eldöntöm, hogy csak az egyiket hagyom meg, vagy mind a kettőt, és akkor egyiket
egyik oldalra fogom fölvezetni a másikat a másik oldalra. De szerintem nagyon szépen fejlődik ez is. Ezek a veszp, ezeket tereskéről páromnak a szülőfalujából hoztuk. Ezek is nagyon-nagyon régi fajták, meg se tudták mondani azt, hogy honnan származik, meg milyen valami. A apukájának apukája, nem tudom honnan van, és rendkívül jó fajta. Apró szemű, de viszont terem, ha kell, ha nem, nem kell permetezni semmit. Állítólag. És akkor összekötöttük a kellemest a hasznossal, kerítés lesz ez fölfuttatva. Nem pont a legjobb megoldás, de mivel van vezérlőt, így nem fogja a kerítés széthúzni. Úgyhogy jó lesz ez. Lehet ezt is fölfuttatni rá. Na, úgyhogy ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt számotokra. Ha van kérdés, akkor nyugodtan tegyétek föl, próbálok rá válaszolni, időt szakítani mindenkire. Addig is minden jót, jó kertészkedés, mindenki vigyázza magára. Sziasztok! We'll be right back.